Az elmaradhatatlan bemelegítéssel, gyúrással készülnek a kisboxolók. A ringben pedig még egy utolsó ellenőrzés. Indulhat a bunyó. Salgótarjánban az Arany János iskola tornatermében, a bemutató mérkőzést is beszámítva, 7 meghívott egyesület 18 versenyzője mérettette meg magát június 23-án egy barátságos találkozón. A gyermekküzdelmi napokat az Országos Szövetség kezdeményezte, és az agyapálfalvai Olábok Szese főszervezőként örömmel csatlakozott a programhoz. Meg vagyok elégedve, picikkel nagyon tehetségesek, igaz, hogy sokat kell fejlődni, de azért csináljuk ezt a versenyeket, hogy a jövőben eredményesebbeké tudjanak majd válni is. A szorítóban megállják a helyüket. Kétszer ennyi fiatalra lenne szükség az utánpótlás nevelésben, hogy elegendő legyen a merítés. Újabb Európa, netán világbajnokok neveléséhez. Minden találkozó fontos, mondta az eseményre ellátogató Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke. Én azt hiszem, hogy Magyarországra ráférne egy kis toborzás, hogy minél több gyereket tudjunk bevonzani a sportág légkörébe. Ugye azért szükségesek ezek a találkozók, mert egyébként ugye a boxot egyrészt életben tartják, másrészt meg talán bevonzanak olyan fiatal tehetségeket, akikről mi nem is álmodunk. Salgótarjánból köztudottan sok sikeres boxoló indult a világhírnév felé. Salgótarján mindig is híres volt arról, hogy itt egy nagyon tradicionális ökölvívás volt, és van a mai napig is. Tehát, hogy itt azt gondolom, hogy nagy a merítési lehetőség, csak ezeket a gyerekeket már egyre nehezebb bevonzani ebbe a légkörbe. Nagyon nehéz bevonzani őket az edzőterembe, kevesebb a kitartás, az alázat bennük, de talán látnak benne kiugrási lehetőséget, és ezért is jók ezek, és ezért is jó, hogyha gyerekek bejönnek, és látják, hogy ugyanolyan hasonszörű gyerekek vannak bent a szorítóban, és küzdenek, harcolnak. Most itt a támogatást, a segítséget és kupával köszönték meg a szervezők. Az egyik Erdei Zsolt madár. Járt. Nem kellett mondani, már egyem a A másik a dr. Dániel Zoltán alpolgármester vette át az önkormányzat nevében. A sport bármely ága sokat segít a fiatalok fejlődésében, barátságokat, közösségeket hoz létre, és nem utolsó sorban levezeti a felesleges energiákat. A Botos Tibor által gondozott utánpótlás nevelésben is majd mindennapos elfoglaltságot jelent a fiataloknak. Hétvéket, szerda, pénteken ott van, vagy csütörtöken is, egész héten van, mi ott szoktunk lenni edzés ellen. A találkozó jó alkalmat nyújtott a Salgótarjánban létesítendő boxterem ügyében is egy rövidke megbeszélésre. Tárgyaltam Erdei Zsolttal, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat döntése után a boxszövetség is előkészített minden papírt, úgyhogy már a BMSK-nál, az EMMI egyik titkárságán van a boxterem ügye, és ők fognak arról dönteni, hogy az önkormányzat meg fogja kapni a 10 millió forintos támogatást a boxterem felújításra, és nagyon reméljük, hogy minél hamarabb birtokba vehetik az ökölvívó a volt Péskő kávézó területét. Erdei Zsolt arról beszélt nekünk, hogy Salgótarján egy fontos terepe az utánpótlás nevelésnek. Az önkormányzat hogyan viszonyul ehhez? De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a boxot, támogassuk a box egyesületeinket, már csak azért is, mert ez egy kitörési pont lehet a sport, az ökölvívás ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Ahogy látszik, nagyon sokan kedvelik az ökölvívást, nagyon sokan űzik az ökölvívást, és nagyon jó eredményeik vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy ezeken a rendezvényeken ott legyünk, mind erkölcsileg, mind anyagilag támogassuk az egyesületeinket, és azokat a gyerekeket, akik előtt profi karrier állhat, segítsük az útjukon.